A Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend és a Vörösmarty Társaság a forradalom és szabadságharc egyik székesfehérvári hősével emlékezett az 1956-os eseményekre. Váci Márk történész vendége Csernai Ádám volt. A beszélgetésen megidézték az előzményeket, hogyan élt az ország a Rákosi korszakban. Csernai Ádám 20 éves volt a forradalom kitörésekor, s mikor a hírek megérkeztek Székesfehérvárra, majd a Szabó palotánál a szovjetek belelőttek a tömegbe, eldöntötte, hogy elindul a maga útján, és segítséget nyújt Budapesten a harcolóknak. Kereste a lehetőséget, hogy elmenjen Budapestre segíteni a fiatal forradalmároknak, akár pékként, akár pedig fegyveres szolgálattal, nemzetőrként, és aztán adódott a lehetőség, hogy október végén felmenjen Budapestre, és előzetesen elmesélte nekem az ottani élményeit, az ott megélt napokat egészen november 4-ig, sőt 5-ig bezárólag, hogy az az eufória, ami körbelengte ott a környéket, mondjuk október 30-ától 31-től, amikor már hivatalosan nem forradalomról, hanem szabadságharcról beszélhetünk. Csernai Ádám családjának a város egyik legjobb péksége tulajdonosaként kellett megélnie, hogy üzemüket elvették, és a házukban is csak bérlőként maradhattak. A forradalom és szabadságharc történéseit Budapesten élte át, s november 4-ét követően hazatért. 1957 tavaszán letartóztatták, és több mint egy esztendőt töltött a Kádár korszak börtönében. 56-ból Fehérvár is nagyon jelentős volt, ugyanúgy, mint Budapest. Csak itt nem harcoltunk, hanem hát életbe és hát különböző segítséget nyújtottunk így is Pestnek, mert Székesfehérvárról az első naptól fogva a fűszért, a tejért és a sütőipar az vitte az élelmet az éhező Budapestnek, mert mindenki tudta, nem csak Fehérváron, az egész országban, hogy addig tartanak az események, amik Budapest tartja magát. A tartalmas esten elhangzott történetek megerősítették a vérbefolytott forradalom és szabadságharc hőseinek életútja példa arra, hogy miként lehet és kell kiállni a szabadságért a még oly vészterhes időkben is.